Jó estét kívánok! Marti Barna vagyok, és itt végeztem ebben a gimnáziumban, itt a Dombon. És bár tudom, hogy a hátsó padokban jobban lehet hülyéskedni, nyugodtan majd előre lehet jönni, mert itt meg jobban lehet hallani és ezt a hülyéskedést elég gyakran gyakoroltam én is a fent a dombon az osztályban. Különös megtiszteltetés, hogy itt van hajdani angoltanárnőm és osztályfőnököm a hallgatóság között. Ebből csak annyit, hogy én angol szakot végeztem Debrecenben, és azt hiszem valamikor az utolsó órák egyikén pontosan Walt Whitman univerzumán sikerült annyira összeszólalkoznunk, hogy egy darabig mosolyszünet volt köztünk, hogy akkor most a világnak van rendje, vagy a rendnek van világa, valami ilyesmin nem értettünk együtt. Tulajdonképpen két dologról beszéltünk, minimum mondják, hogy talán a Gyémánc utra mondja, hogy a múltra, jelenre és jövőre tagolt tudat nem érheti fel a felébredést. Ennek nyomán én most például itt vagyok ezen a színpadon, jelen pillanatban is női ruhában, derékigérő hajjal, sminkkel, és Mártát játszom a széke, az első székei mindegy vagy semmit vetélkedően, amit mi rendeztünk itt diáknapokként a bentlakás dísztermében, és nagyon szerettem színpadon lenni, mert sosem lehetett tudni, főleg ha vetélkedő volt, és olyan feladatokat kaptam, amit ott helyben kellett megoldani. Hogyha kaptunk egy szituációt, amiből valamit ki kellett, ki kellett ott hozni. És tulajdonképpen nagyon hasonló a mostani bevezetőm is, mert most Csongán szuném, pár órával ezelőtt szólt, mert én korábban szóltam neki, hogy ne szóljon túlságosan korán, hogyha azt szeretné, hogy én tartsam a bevezetőt, mert hogyha túlságosan, túlságosan korán szól, akkor talán túlságosan túlagyalom a dolgot. Ezért most egy dologra koncentráltam, hogy ha valami gondolatom támad, akkor azt szépen engedjen végig a mozin, de ne próbálja keretek közé szorítani valamit, amit egyébként sem lehet valószínűleg. Szóval, hogyha ez a színpadon most van ilyen stand-up műfaj, ez most egy ilyen sit-down műfaj. És én vezetem be ezt a mai darma beszédet itt Székelyudvar helyen, és nagyon furcsa, másodszor teszem ezt, és nem gondoltam, hogy most én fogom ezt bevezetni. Hát miért vezetném be, mikor már egyszer bevezettem? És egyáltalán mit kell bevezetni? Mert mindig odajuk adok ki, hogy, hogy mi ez, Általában az emberek valószínűleg azért jönnek ide, hogy mi ez. És akkor én csak annyit tudok erre mondani, hogy hát ez az, hogy mi ez. Mi ez a mi ez? És ez így végtelenül-végtelenül tud sorakozni. Amíg egyszer csak az ember fejére nem csöppen egy csepp, vagy szemben nem megy valakivel az utcán, akitől eláll a lélegzete, vagy éppen egy pofot nem kap valakitől, amitől szintén eláll a lélegzete, vagy éppen fel nem kerül a színpadra, és valami olyan feladatot nem kap, amit ott helyben meg kell oldani, és ennek van egy hatalmas félelemfaktora, faktora, és van egy hatalmas izgalom faktora. És hogy az ember melyiket választja a kettő közül, hogy építkezik belőle, vagy éppen lebénítja magát, az tulajdonképpen egy saját döntés. De az, hogy egy döntés döntő állapotba kerülhessen az ember mondjuk a színpadon, ott tapasztalataim szerint, Főleg az éneknél van ez így, tapasztalataim szerint, tehát nem tudom, hogy másnál hogy van. Rá kell valamennyire, hogy lásson a saját hülyeségeire, hogy tudja, hogy mikor kapcsolódik be valami furcsaság, amit nem szeretne, hogy, hogy megakadályozza azt a bizonyos jelenlétélményt, amit egy színpadról sugározni illik, hogyha az ember azt akarja, hogy. Közönsége is legyen, és amit művel, az élvezhető is legyen. A zen akkor is tud segíteni, hogyha az ember színpadi jelenlétet akar, de akkor is tud segíteni, hogyha éppen a hétköznapokban egy picit igazabbul szeretne reagálni azokra az impulzusokra, amit a külvilágtól kap. Mert sokszor olyan, és ezt utólag veszem észre, sokszor olyan konzerv mechanizmusok vannak az emberben, amik annélkül reagálnak, hogy tulajdonképpen az ember tudná, hogy, hogy na most ez reagál bennem, csak azt vesz észre, hogy újra meg újra ugyanazt a hibát követi el, csak pepitában. Ez lehet párkapcsolat, lehet munkahely, lehet bármi és feltevődik a kérdés, hogy mi az, amivel lehet kezdeni ezzel az egész szituációval valami. És véleményem szerint, amit ugye nem hangoztatunk mert zen, tehát azt, azt, tapasztaltam, hogy a meditáció és a zen praxis, ami tulajdonképpen nem vallás, nem, nem, egy, nem egy, egy, egy csodavárás, nem egy misztikus dolog, ugyanakkor annyira egyszerű, annyira annyira borzasztóan éles, hogy ezt teszi misztikussá. Hogyha azt mondjuk, hogy az ég kék, a fű zöld, a szél fúj, és amikor meglátjuk az erdőt, akkor valami olyan hatalmasság kerít uh, hatalmába, hogy tautológiával éljek, amit nem tudunk mit kezdeni. Az egyszerűséggel. Mert egyszerűen azt tanítják az iskolában, azt tanították nekem legalábbis, amennyire emlékszem, hogy Minél kevesebb dologról tudjak minél többet mondani. Ez az elején zavaró egyetemen szemináriumokon, hogy legyen kérdésünk, legyen, szóljunk hozzá a dolgokhoz, és legyen véleményünk. És az elején ez nehezen megy, aztán már a toldi szája szélén kicsöppenő tisztanyáról tudunk írni egy regényt. És aztán a végén nem tudunk visszatérni oda, hogy miért is szép ez az egyszerűség, és miért használta talán pont ezt a képet Arany János, amikor egy békés állapotot akart leírni vele. És ahhoz, hogy visszatérjünk egy ilyen egyszerűséghez, egy csomó ilyen gondolatbúrjázást le kell vagdosni, de ezt gondolatokkal nem lehet. Tehát mit lehet tenni ezzel az egésszel? Mit lehet, mit lehet, azért tenni, hogyha éhesek vagyunk, együnk, ha szomjasok vagyunk, ígyünk? És aki éhes, annak enni adjunk, és ne inni akarjunk adni, és aki szomjas, annak inni tudjunk adni, és ezt felismerjük. Ehhez nyújt egy segítséget a, a zen, ami nem egy, nem egy bonyolult dolog, csak csinálni kell. És ezt újra és újra észreveszem, mert mint ember és mint visszaeső bűnöző, már nem közszolgál, hogy vagy, vagy köz, köz, közjogi bűnöző. Szóval mikor, mikor abba hagyom a gyakorlást, akkor érzem, hogy valami egy kicsit, kicsit nem jó. Aztán egyre, egyre kevésbé jó. És mikor visszatérek hozzá húzamosabb idejbe, akkor érzem, hogy valami valami jobban működik. A, az emberekkel jobban tudok kommunikálni, a helyzetek jobban kitárják magukat, jobban megmutatkoznak, hogy, hogy mi is az, amiben benne van, és nem, nem bizonyos belső gépezetek kezdenek el, tüskéket lövöltözni. Persze nem azt mondom, hogy én megoldottam magam, egyáltalán csak azt érzem, hogy ez lehetséges, hogy az ember egy, egy tisztább reakciórendszert építsen ki magában. És borzasztó, izgalmas dolog egyébként ülni, csak ülni, csak ülni. Azt gondolná az ember, hogy nagyon unalmas órákig, akár napokig ülni, de az egyik legizgalmasabb dolog a világon, mert az, hogy mi jön fel, és mi mutatkozik meg, és mi tudatosodik, és mi megy el, az tulajdonképpen Sosem tudhatjuk, és éppen ez a, ez a szépség benne. Viszont érezzünk, érzünk egy, egy minőségi változást utána. Sokszor nem feltétlenül pozitívat, nem feltétlenül olyat, hogy hú, én most akkor repülök, és, és ez, ez egy hiba, de most nem ezekről szeretnék beszélni, mert nem az én tisztem, hogy ezekről beszéljek. Én csak arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy... Bár nagyon sok kérdés van, ugye a tengert is akkor lehet megismerni, hogyha, hogyha beleugrunk, és dumálni nagyon-nagyon sok mindent lehet, de például egy ízt, egy illatot, egy csókot, egy élményt nem lehet semmivel sem pótolni. És a zen egy olyan gyakorlat, amivel ilyen kristálytiszta, egyszerű dolgokat tudunk a maguk valóságában észlelni, és azt érezhetjük, hogy igen, ez, ez, ez ilyen, és nem mondjuk, hogy jó vagy rossz, hanem ez rendben van. Ez van, ahogy mondják. Persze én csak a saját véleményemet mondhatom el, mert itt vannak a kontúrjaim, és nem tudom, hogy most a hangommal talán elérem az utolsó sorokat is, és ebben a térben most éppen én vagyok kinevezve Marti Barnának, és én vagyok az, aki itt beszél, de ez a sok én, ez a sok valami, ez valahogy összeállt, pont most, pont itt, ebben a térben. És mi az, mi ez, ami ezt az egészet így összegyúrta? És mi az, azaz mi ez, hogy valakire mondjuk gondolok, és öt perc múlva felhív telefonon. Ez egy kicsit misztikusabb. De ilyenkor általában az emberekben egy kis vészcsengő megszólal, hogy talán itt van valami, valami rend, talán van valami rendszer. Talán jó volna felfedezni, hogy ezek a sejtek így hogyan álltak egybe, de nem is az, hogy hogyan álltak be egybe, hanem, hanem mi az a nem változó dolog, ami, ami az egész mögött van? Talán az esztétikai élményeket is ezért keressük, talán a boldogságot is, hogy valami folyamatosat, valami igazat, valami nem változó tisztát megtaláljunk a rohanó, változó, folyamatosan hullámzó környezetben. Már az, hogy szavakat használok és lineárisan magyarázom ezeket, árulása, elárulása a dolognak, Ugyanakkor, ahogy a Rosenkranz és Gildesten halottban is valamelyik mondja a kettő közül, hogy words, words, they're all we have to go on. Az a szavak, szavak, ennyiből kell dolgoznunk. És ez bevezetőnek hirtelen elégnek is tűnik számomra, mert bármeddig tartatom a bevezetőt, és bárki bármeddig gondolkozhat azon, hogy mi is ez, azzal, hogy gondolkozik, azzal, hogy leírja, én ezt borítékolnám, hogy nem fogja megtudni, hogy mi is az valójában, ami él, mozog, nevet kap, boldog, tapint, aki, aki úgy gondolja, hogy, hogy ő valami, és közben néha elfelejti, hogy valami benne gondolja ezt a valamit. Nem is csűrném tovább ezt a dolgot, mert lassan eljutok Borhesznek a körkörös romok novellájához, ami pontosan erről szól, hogy valaki álmodik, és, és, nagyon álmodik, és meg akarja álmodni valami nagy romokat álmodni, és egyszer csak kiderül, hogy amikor belemegy a tűzbe, akkor ő maga sem ég meg, és rájön, hogy őt is álmodják. Vajon minket kiálmod, mi álmod? Szerintem izgalmas kérdés. A meditáció talán az egyik út, amivel erre fényt lehet deríteni, az eredeti fényt. Köszönöm szépen.